Köszöntöm a nézőket, a köztér vendége Cserpalkovics András polgármester, akivel Székesfehérvár a legutóbbi történéseiről, illetve a jövő feladatairól fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt van a stúdióban velünk. Köszönöm szépen a meghívást és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Ugye mondtam, hogy így a történésekről és a jövő feladatairól is beszélgetünk. Hát picit ez a hét, illetve még az elmúlt hétvége az, amivel kezdenénk. Volt egy fantasztikus civil nap itt az Icsi Ligetben, ami hát azt gondolom, hogy rekordszámú civileket jelentett az Icsi Ligeten belül. Miért olyan fontos, hogy a civilek megmutathassák magukat a városban? A legjobb hír az volt, hogy meg tudtuk rendezni a civil napot, de most már több éves hagyománnyal rendelkező esemény, ahol mindig a civil társadalomnak a legaktívabb közösségei szoktak eljönni, és egy kicsit megmutatni magukat, a saját tevékenységüket, és egy kicsit egymással is kialakítani együttműködést, valamilyen jellegű kapcsolatot. Hát a járványhelyzet miatt bizonytalan volt, hogy idén milyen módon, hogyan lehet ezt megrendezni, de szerencsére megtudtuk. És ha már megtudtuk, akkor, és köszönet a civil szervezeteknek, akkor nagyon jól sikerült, hiszen az utolsó ilyen alkalommal 50-valahány szervezet vett részt a civil napon, most pedig 79-en jöttek el. Tehát 79 közösség mutatta meg magát, a saját tevékenységét, az élet minden területéről, szociális szektor, környezetvédelem, ifjúságügy, egészségügyi kérdések, sport, kultúra, egyaránt szerepelt a civil szervezetek tekintetében ezen a fórumon. Nagyon jó az a csoportkép, ami készült, az is mutatja, hogy vidám hangulatú, szép nap volt, az időjárás is kedvezően alakult, és én szerintem a legfontosabb üzenete, hogy léteznek ezek a civil szervezetek, hogy működnek ezek a civil szervezetek, a járványhelyzet ellenére a közösségek továbbra is összetartóak, és ez építi magát a közösség egészét is, magyarul Székesfehérvárt, és jó volt őket látni, jó volt sokakkal személyesen találkozni, esetleg régóta nem volt lehetőség, és egy kicsit taktoborzás jellege is van ennek mindig, hogy hírt adjunk róluk, köszönet a fehérvári sajtónak, aki ezt megtette, a médiacentrumnak kiemelten, és aki érez egy területen magába erőt, lehetőséget, szeretne valamiben bekapcsolódni, van egy kis szabad ideje, energiája, szakértelme, elkötelezettsége, az ilyenkor egy seregszemle keretében megismerheti azokat a szervezeteket, ahova csatlakozva ezt meg is élheti. Ugye, ahogy mondja, 79-en vagy hát elég sokan jelen voltak a civil napon, ez azt jelenti, hogy sok a civil szervezet Fehérváron, de hogy önkéntesek vajon mennyire vannak, mennyire jelentkeznek szolgálatokra, mennyire keresik mondjuk az önkormányzatot? Nem tudom, hogy szabad-e olyat mondani, hogy valaminek jót tett a járványhelyzet, mert összességében persze senki nem kívánta ezt, és reméljük, hogy azért túl leszünk majd egyszer ezen az időszakon, de azért ebben a szituációban, mint ahogy általában nehéz helyzetekben szokott kiderülni, hogy milyen ember az adott ember, vagy milyen közösség az adott közösség. Több mint 600-an segítettek nekünk önkéntesként a járványhelyzetben, különösen az idősügyi ellátásban különböző szociális ágazatot, vagy mondjuk a házi orvosokat, kórházat segítő munkáknak az elvégzésében. És akkor gondoltunk arra, hogy érdemes egy rendszert indítani, úgyhogy ezt meg is tettük, a város honlapján elérhető, lehet regisztrálni önkéntességre, be lehet jelölni, hogy milyen időközönként, milyen témában, hogyan, milyen módon tud valaki egy ilyen rendszerbe részt venni, és hogyha az adott ügyben, az adott társadalmi csoport vonatkozásában, az adott városrészben, az adott témában van valami olyan esemény, vagy működik egy olyan civil szervezet, akkor ki tudjuk értesíteni, és így össze tudjuk hozni mondjuk a civil szervezetet azzal, aki valamilyen önkéntes munkára jelentkezik. Az önkéntességnek jól tett ez az időszak, nem csak azért, mert az önkéntesség évéről van szó éppen, hanem talán sokakban ott van most már az a vágy, hogy én szeretnék valami pluszt is adni, van erre esetleg időm, az életszakaszomban mondjuk olyan szituáció van, hogy ezt megtehetem, és ezzel sokan élnek szerencsére. És ami nagyon jó hír, hogy nagyon széles generációs értelemben ez, tehát a nagyon fiatalok is ugyanúgy jelentkeznek, mint az idősebbek, hogy részt vegyenek. És ebben nagyon sok dolog beletartozik. Én arra biztatok mindenkit, hogy keresse fel ezt az oldalt, nézze meg, és esetleg jelentkezzen azokban a témákban, ami őt foglalkoztatja, érdekli. Még mindig egy kicsit visszatekintünk az előző hétvégére. A Kulturális Örökség napjait itt Székesfehérváron is megrendezték. Nagyon sok rendezvény volt, és többek között a Városházát is megtekintették az érdeklődők, ahogy láttam, elég sokan csoportosan. Igen, megint volt két csoport, amit vezethettünk, ami mindig nagyon nagy öröm. Ez egy másfél órás vezetések szoktak lenni a Városházán, megmutatjuk a Városházánk szépségeit kívül belül, a különböző belső utakat, kicsit kulisszatitkokról is mindig szó esik, és
azért kell regisztrációhoz kötni, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor annyira sokan jönnek egyszerre, hogy úgy nagyon nehezen lehet átadni ezeket az információkat. Így mindig csoporttal van lehetőségünk alaposan végigjárni ezt a nagyon szép épületet. A magyar nyelv az nagyon szép és kifejező, mert nem azt mondjuk, hogy a polgármesterháza, nem azt mondjuk, hogy a jegyzőháza, nem azt mondjuk, hogy a városháza. Én úgy értelmezem ezt a szó összetételt, hogy ez jól mutatja, hogy végül is a közösségnek a legfőbb közös épület együttese, a közösségnek a terme, a díszterem, és ezért fontos, hogy a közösség tagjai időről időre megnézhessék, hogyha van bennük érdeklődés. Volt érdeklődés, kuriózumokat tudtunk remélem mutatni, és most szeretném is felhívni a figyelmet, hogy az adventi időszakban is szeretnénk majd egy szombatot, vasárnapot erre kijelölni. Az meg azért különleges, mert az irodák ablakából nézni a város karácsonyfáját, vagy éppen az adventi díszbe, fényekbe öltözött belvárost, az higgyel mindenki nagyon-nagyon szép. Úgyhogy még annak is érdemes visszajönni, aki esetleg már járt ilyen városvezetés keretében nálunk. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel majd akkor is. Ez a vezetés a Városházán is jól láttatta, hogy nagyon sokakat érdekel a székesfehérvári fejlődés, hogy áll most a város. Bejátszóval készültünk, tettünk fel kérdéseket járókelőknek, egyrészt véleménnyel kapcsolatban, másrészt, hogy mit kérdeznének öntől. Ez következik most. Én gyakorlatilag meg vagyok elégedve a mi polgármesterünkkel. Úgy érzem, hogy jól végzi a dolgát. Nagyon kedvelem, pedig nem párton kívüli vagyok, hogy úgy mondjam. Hát azért egy kicsikét a buszközlekedés még egy kicsit lehetne sűrűbb. Nekem ez a meglátásom. A bicikliseknek az utat itt, főleg a piacnál felújítani, mert ez borzasztó. Én nekem más nincs, én meg vagyok elégedve, amit ő csinál azzal. Úgyhogy köszönöm szépen. Hát az egészségügy nem jó, de hát arról nem hiszem, hogy ő tehet. Hogy például nem lehet kijutni egy fogrögerre, nem is veszik föl ott, csak maszekba. Hát ez itt probléma az egészségügy, de én amúgy itt, én nagyon jól érzem magam. Jó azt hallani, hogyha azt mondja egy fehérvári polgár, hogy itt jól érzi magát. Azt is mondhatom, hogy ez a legfontosabb mondat, és persze sokaknak sokat kell azért dolgozni, hogy ez így is maradjon. És akkor néhány téma azért elhangzott, próbálnék rá reagálni. A közlekedés tekintetében, hogy a két közlekedési eszközt is említettek, a kerékpárt, illetve a közösségi közlekedés. A kerékpáros közlekedés vonatkozásában ugye épülnek új kerékpársávok, ahol van arra hely kerékpár utak. Ebben kapunk egy nagy gyűjtő utat, azért mondom, hogy kapunk, mert azt az állam beruházásában az állam valósítja meg, ez a bizonyos Budapest-Balaton kerékpárút, ami átszeli a várost, ez három ütemre van beruházásként szétbontva, az első ütem már épül, ez el fog jutni Kisfaludig, illetve el fog jutni a Nagyszombati útig, és utána tudjuk folytatni majd a fehérvári szakasszal, ez átszeli a várost, és azért fontos, mert erre célunk az, hogy erre tudjuk ráfűzni a különböző belső városi kerékpárutakat, kerékpársávokat. Több mint 13-14 kilométer ilyen fog egyébként létrejönni. Ebben van olyan is, ami már most idén elkezd épülni, kialakításra kerül, és van olyan, ami majd tavasszal, illetve a jövő évben. Egyébként érintett a piactér is, viszont nem szeretnénk tovább fenntartani azt, hogy a járdán ezek a megosztott megoldások maradjanak. Nagyon balesetveszélyesnek látjuk azt, hogy a járdán egyszerre megy a gyalogos, és mellette pedig még ott van is egy vastag vonal, akkor is, de valaki kerékpározik. Úgyhogy ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, de ez persze hely kell, és ezt körbe kell nézni. Az autóbusz közlekedést mindenképpen szeretnénk bővíteni, ez 2022-ben fog tudni megtörténni, tekintettel arra, hogy ez plusz eszközökre is szükség van. Ez érinteni fogja egyébként a kórházba való kijutás lehetőségét is. Bővülni fog a menetrend, és ugye az a tevékenység el is kezdődött tervezői szinten, hiszen arról döntöttek a fehérváriak, hogy a régi menetrendet hozzuk vissza, ez megtörtént, viszont ezt egészítsük ki. Kértünk egy konzultáció keretében mindenkit, hogy fogalmazza meg, hogy mi az, amit az új menetrendből áttemeljünk a régi menetrendben, rengeteg ilyen érkezett, ezeket most elemezzük, és pár hét múlva meg fogjuk mutatni, hogy 2022-ben mikor mit fogunk tudni ebből beemelni a közösségi közlekedésbe. Még egy talán érdekesség hozzá is, egy fontos információ, hogy 2021 végén le fog járni a Volán busszal a szolgáltatási szerződés. Az Európai Uniós szabályok szerint ez most már egy piaci tevékenység, tehát meg kell hirdetnünk egy ilyen jellegű pályázatot. Ez néhány héten belül megtörténik,
és várhatóan 2022. július 1-je lesz az a dátum, amikortól új szolgáltatási szerződésünk lesz. Ez a volánbusza, vagy más nem, az nyilván a nyílt pályázat keretében majd el fog dőlni, és utána lehet a menetrendbővítést várhatóan 2022. augusztus 1-től megteremteni. Nagyon sok pozitív észrevétel érkezett egyébként az új menetrendből, mit emeljünk át a régi típusú kérdésre, úgyhogy ezekből én úgy látom, hogy lesz is lehetőségünk. Ez az új szerződés, ez jelentősen több futott kilométert tesz majd lehetővé, tehát növelni tudjuk. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy a szolgáltatást javítani tudjuk abban a kérdésben. Az új eszközök egyébként folyamatosan érkeznek, és ami azt hiszem, hogy szintén fontos, hogy dolgozunk egy diákbérlet konstrukción. Mi nem 14 évben húznánk meg a határát ennek, mint ahogy ezt Budapest tette. Az is egy előrelépés, de én azért nem gondolom, hogy tömegével engednék el a 11-12 éveseket egyedül bármely nagyvárosba, hogy használják a tömegközlekedést, tehát szerintem inkább a középiskolások fele kell egy komoly kedvezményt adni, úgyhogy mi nem 14 éves korhatárban gondolkodunk, hanem gyakorlatilag 18 éves korhatárban, egészen konkrétan, ameddig valaki fehérvári középiskolába jár. Ez egy minimális viteldíjas lesz valószínűleg, tehát mondok egy példát, mondjuk egy jegy ára lesz a havi diákbérlet, de lehet, hogy még ennél még olcsóbb. Ezen dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani azért, hogy minél több fiatalt rávegyünk, hogy szálljon fel az autóbuszra, és ezzel azt elérjük, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalom az egy kicsit kisebb legyen, illetve egy kicsit széllyel tudjuk húzni, ne vigyük, Cserpakovics András apukáról is beszélek, ne vigyük egyszerre fél óra alatt reggel keresztül kasul a gyerekeinket a városban. Ehhez egy jobb szolgáltatás kell, jobb menetrenddel, új autóbuszokkal, és kell hozzá szerintem egy nagyon-nagyon kedvezményes, gyakorlatilag szinte ingyenes tömegközlekedés a fiataloknak. Ugye itt a hölgy beszélt a kórházról, ami azért nyilván nem a fároshoz tartozik elsődlegesen, de azért szó lehet, ugye, vagy szó is van kórházfejlesztésről. Mi minden várható majd a közeljövőben, hogy új tömb épülhet majd a kormány segítségével? Én nagyon kedves volt a hölgy, mert azt mondta, hogy ez nem hiszi, hogy hozzánk tartozik. Jogi értelemben nem is, hiszen a kórháznak nem az önkormányzat a fenntartója, de hát a polgármester ez egy olyan feladatkör és szolgálat, hogy gyakorlatilag minden is hozzánk tartozik, vagy hozzám tartozik. És igen, szeretnénk elérni egy nagyon komoly fejlesztést. Ugye azt ígértük 2010 után a fehérváriaknak, hogy a hiányzó két tömbépítés és az összes ahhoz kapcsolódó eszközfejlesztés meg fog történni a Szent György Kórházban. Az első ütemet 2014-ben átadtuk, központi műtő, intenzív osztály, ez egy vadonatúj épület, és most jön a második tömb, ami újra fontos, és még nem a nagy, új, modern infrastruktúrában található egészségügyi ellátásoknak ad majd egy új épületet. Ez egy 6000 négyzetméter körüli háromszintes vadonatúj épületet fog jelenteni, teljes eszközparkkal, ugye a belső-külső parkolókkal, a külső parkolók egy jelentős része időközben már el is készült. Ez így összesen egyébként egy 14 milliárdos fejlesztés, a kormány döntött róla, aláírják a szerződést, én úgy tudom, hogy napokon belül, ami a kiviteli tervek elkészítésére, a bontási tevékenységre és utána a kivitelezésre vonatkozik. Közben azért történt mást is, hiszen vadonatúj szülészet lett, azt hiszem, hogy abszolút világszínvonalú, aki látta vagy a képeket látta, az szerintem ezt igazolhatja, és szeretnénk még egy kb. 3 milliárdos fejlesztést, amire úgy látom, hogy szintén meg lesz a kormányzati akarat és forrás is, ami pedig mondjuk például az ápolási osztály épületének felújítását eredményezhetné, és hát amire szintén sokan vártak, hogy a teljes légkondicionálás ki lesz cserélve és újra lesz cserélve a kórház minden részén, mondjuk akár a hotelszárnyban is, hát szerintem ezt nem kell indokolni, hogy különösen ilyen 38 fokos nyári napokon ez miért fontos. Tehát igyekszünk előre haladni. A szájsebészethez egyébként konkrétan az önkormányzat támogatást is biztosít a kórháznak, ugyanúgy, mint hogy adunk a fiatal szakorvosoknak, rezidenseknek albérleti támogatást, és több 10 millió forintban ezt közbeszerzési támogatást is nyújtunk. Egyébként nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Szent György Kórházzal, és szerintem nagyon-nagyon magas szakmai színvonallal zajlik ott a munka. Nem utolsó sorban azért, hiszen több orvosi egyetemmel van szoros gyakorlati képzőhelyi együttműködése a kórháznak, ami viszont pont az fiatal orvosoknak a hátterét biztosítja, ami azt hiszem, hogy szintén nagyon fontos. Szóval itt már egy kicsit a tömegközlekedésről, de hát, hogy mennyivel jobb lenne mondjuk, hogyha tényleg az ember inkább buszozna, reggel mondjuk azzal mennének a gyerekek iskolába, és nem autóba ülnénk. Azért most vannak dugók a városban, de hát ez annak köszönhető, hogy sok-sok utat kicsit egyszerre újítanak fel. Hol tartanak most az útfelújítások a városban?
annak is köszönhető, meg hát annak is, hogy bizony még a járványhelyzet ideje alatt is folyamatosan nőtt a gépjármű szám a városban, ami én még úgy is látom, hogy a következő 10-15 évben tovább fog emelkedni. És ez azt is jelenti, hogy különböző alternatív közlekedési eszközöket segíteni kell. Előbb beszéltünk az autóbuszról, de ott a roller, aminek szerintem nem rosszak a közösségi megosztás tekintetében a tapasztalatai, és szerencsére kisebb probléma halmaz lett belőle, mint amit vártunk, vagy amitől tartottunk más települések okán. Úgyhogy köszönet azoknak is, akik használják, mert úgy látom, hogy sokkal rendezettebben történik ez, mint más településeken. Itt nagyon fontos lesz, és remélem hamarosan egyértelmű mivé válik a szabályozás. Nyilván nem az önkormányzatnak van erre joga, de dolgozik rajta az állam, és egyértelmű lesz, hogy milyen életkorban, hol lehet használni, milyen teljesítményt lehet használni, mennyivel lehet menni, milyen bukósisak kell, vagy éppen nem kell, mehet járdán, nem mehet járdán, kinek milyen papír kell hozzá. Ezt sokan kérdezik, és szerintem joggal, mert nem teljesen egyértelmű a jogalkotás, és én bízom benne, hogy ez meg fog valósulni. Hát ami az útfelújításokat jelenti, ugye már lerövidül az idő, hiszen a téli időszakban nem lehet ilyet csinálni. Ugye ezért szedtük a budai utat két ütemmé, ugye most épül a Spár előtti, Obi előtti hosszú szakasz, ami egy-két héten belül be is fejeződik, ugye most már az aszfalt réteget teszik rá. Ez egy közel 400 millió forintos beruházás, hiszen sok közműcsere is megtörténik. És ezzel párhuzamosan, szándékosan nem a kis budai felől indult el a fejlesztés második üteme, mert ezzel igyekszünk megvárni az első ütemnek a befejezését, hanem a Prohászka útnak a Horváth István kereszteződés felőli részen. Én is szoktam arra menni, tudom, hogy nem könnyű, de megértést, türelmet kérek. Nagyon-nagyon elavult, nem csak az aszfalt burkolat, hát a Prohászka útét szerintem nem kell mondani, de hát a budai útnak az a szakasza is bizony nem túl jó, de még ennél sokkal rosszabb állapotban van az, ami nem látható alatta a közművek. És azért mindenkit emlékeztetnék rá, hogy az elmúlt években mondjuk a budainak ezen a szakaszán hány, de hány csőtörés volt. Én bízom benne, hogy a mostani fejlesztések után ilyen jó hosszú ideig, évtizedekig nem fog megtörténni. Úgyhogy türelem, megértés. Lesz sajnos még egy nehéz időszak, mert a Gáz utcában viszont egy gáz nyomócsövet kell cserélni, ami jelenleg balesetveszélyes állapotban van, úgyhogy ezt napokon belül el kell kezdeni ezt a munkát, ez körülbelül két hétig fog tartani. Ez viszont egy viszmajor helyzet, tehát erről nem tehet senki, viszont mindenképpen meg kell tennünk. És közben egyébként kapom azokat az üzeneteket, hogy ezt az utat mikor újítjuk föl, azt az utat mikor újítjuk föl. Én mindenkitől azt kérem, hogy itt is látszik, hogy ütemezetten tudunk menni, és nem csak pénzügyi okok miatt, hanem mert nem zárhatunk le egyszer az összes utcát, de jövőre folytatni fogjuk, hiszen elkezdődik a Móri út felújítása, az Osan körforgalom dupla sávosítása, és van még egy-két ötletünk, úgyhogy bízom benne, hogy azt is hamarosan a közülés el fogja tudni fogadni. Most egy következő bejátszó történik, és meghallgatjuk, hogy mi mindent mondtak, kérdeztek. Itt a belvárosban fiatalokat, családokat bevonzani, behozni ide, erre a térre, talán jobban kihasználni ezeket a lehetőségeket, mert a Covid miatt ez nehéz volt, de talán most így hitben és hitben járva, hogy járjanak hitben az emberek, ezt szeretném mondani. Talán ezt közvetíteni a város felé, hogy a hit az mennyire fontos. Lenne több cukrászda? És ha igen, akkor mennyi? Mert én szeretek enni édességeket, és jó lenne, hogyha több cukrászda lenne ebbe a városba. Jöttünk csak turistaként innen nem messziről, Alcsutdobozról, és elhoztuk Ukrajnából a hölgyet, hogy megmutassuk neki ezt a gyönyörű szép várost. És köszönjük a polgármester úrnak, hogy ilyen szépen rendben tartja a várost. Hát esetleg a város kicsit így aktívabbá tenni így buli szempontjából. Esetleg egy olyan lehetőség van-e? Ezt sem megkérdezem tőle. Hát kicsit arról szólt ez a bejátszás, mint hogyha tele élettel kampányt folytatnánk. Ugye egy megfogalmazott célja volt a városnak, és azért szerintem az elmúlt években elég nagyot tudtunk e tekintetben előre lépni. Azért délutáni órákban, esti órákban vagy hétvégén azok a teraszok ma már egyáltalán nem üresek, sőt, sok helyen szinte már előre kell foglaltatni asztalokat ahhoz, hogy le lehessen ülni, és hát próbálunk sok rendezvénnyel, programmal kedveskedni, ilyeneket egyébként civil szervezetek, más közösségek is szerveznek, és van is erre érdeklődés, tehát a hölgyel abszolút mértékben egyetértek, és hát a hit kérdésében is azt hiszem, hogyha valami rádöbbenthette az embert, hogy
nem csak az ember a fontos, és hogy valami körbevesz bennünket, és nem is mindig értjük, akkor az elvezet minket a hit kérdéséhez is, de hát nyilván nem feltétlenül elegáns, hogyha erről a polgármester beszél, de megerősítem, hogy értettem a hölgy mire gondolt, és egyet is értek vele. A fiatalok nagyon aranyosak voltak, olyan bulit szeretnének, fantát és cukrászdát. A cukrászdák tekintetében nehéz helyzetben van a város, hiszen nem mi működtetjük ezeket a vállalkozásokat, de az a jó hírem megvan, hogy azért most is jöttek létre ilyenek a belvárosban, és nem csak a belvárosban, és hát gofrival, fagyival, sütivel foglalkozó helyek is. Nyitottunk ugye éttermeket is, ebből van olyan, ami megváltozott munkaképességüket foglalkoztat, van olyan, amelyik egy gasztronómiai show-nak a fehérvári nyertese által nyitott, hogy elkerüljük a reklámokat, de azért talán ennyi elmondható. Tehát látszik, hogy ezek a helyek nőnek azért, mert az igény nő ezekre, és igen, van egyfajta elvárás is, és ezt most pozitívan mondom. A buli helyek is egy ilyen speciális kérdés, de azért az talán fontos tudni a fiataloknak is, hogy például a Liget programsorozatot kinn a Fezen területen, a MÁV területen, azt a szervezőket segítve részben az önkormányzat is támogatta, és ha vannak ilyen ötletek, akkor ezt szívesen tesszük meg, civil központ, Petőfi mozinak a helyén létrejött Petőfi kultúrtanszék, az mind-mind erre utal, de biztatom a fiatalokat, hogy nyugodtan keressenek meg az általuk használt bármely közösségi média felületen, és ha van ötlet, akkor szívesen valósítjuk meg. Voltak olyan fiatalok, akik koncerteket kértek, megjelölt előadókkal, és volt olyan, amit ebből már teljesíteni is tudtuk. Igen, például most szombaton jön a Punani Masszív a Ligetbe, és ingyenesen látogatható a város támogatása miatt. Így van, ugye tudjuk, hogy sajnos nem tudunk lecsófesztivált rendezni ebben a mostani környezetben, helyzetben, és próbáltunk a Ligettel együttműködve egy koncertet megálmodni, erre most a hétvégén sor kerül, ingyenesen lehet belépni. Én mindenkinek csak jó szórakozást kívánok. Úgy hallom, hogy talán az időjárás is ehhez kedvező kereteket fog adni. Sok szép rendezvény lesz a hétvégén is. A környezetvédelem, klímavédelem, közlekedés kapcsolata, energiahatékonyság, energia a mobilitásban, sok minden jelenik meg ezen a hétvégén. Én mindenkit arra biztatok, javaslok, kérek, hogy nyugodtan ezeken vegyen részt, jól fogják magukat érezni fiatalok, és kicsit régebb óta fiatalok egyaránt. Most megint egy bejátszó fog következni, de csak azért, mert sok téma lesz benne, és hogy azt még tudjuk beszélni a műsor végéig. Milyen új fejlesztésekre várhatunk? Ez a kérdés. Okay. És egyébként mennyire vagy megelégedve mostani fejlesztések, amik eddig megvalósultak? Jól néz ki a város, minden jó. Pacek. Éppen most beszéltünk róla, hogy ez a fénycsík. Mi lesz ennek a sorsa? Mert én ezt a belváros szégyenének tartom. Ennyi. Egyébként meg nagyon szép a belváros, sokat alakult, Fehérvár sokat szépült, de ez első perctől kezdve katasztrófa. Ez nagyon jó lenne, ha megoldódna, mert nagyon szép lenne este. Hát rendszeres Facebook olvasó vagyok, és megjelenik a hírportálon a polgármester úrnak az oldala, és akkor onnan tájékozódunk mindig a családdal, hogy mi történik a városban, és ez teljesen jó. Köszönjük szépen! Sok mindenben fejlődést látok Fehérváron, nagyon sok minden tetszik, hát van, ami nem tetszik, van egy-két dolog, ami nagyon nem szimpatikus, például egy-két szoborállítás, de ezek nem lényegesek a város életében. Nem tudok más mondani. Milyen szobrokra gondolsz? Ki nem állhatom a Petőfi szobrot. Mindig úgy nézek, az az érzésem vele, mintha egy kimustrált pincér lenne. Nagyon nem tetszik a Várkörútnak a felújítása. Az se tetszik. Más megoldás sokkal jobb lett volna. A Rákóczi út azért nagyon tetszik, és hasonló formába kellett volna megoldani. Úgyhogy zavarja az embert, közlekedik az átjárónál, és a kilátását, hogy most jön autó, nem jön autó, zavaró. De maga a forma sem tetszik. Körültekintőbben kellene megszervezni az alacsony lépcsős buszoknak a közlekedését, például a kórház felé menőt, mert ha még a sofőr egy kicsit 10 centivel távolabb áll meg a járdától, akkor nagyon nagy problémát jelent nem csak az öregeknek, hanem a kisgyerekekkel, kórházba készülőknek is. Ezen úgy gondolom, hogy lehetne változtatni.
Hát valóban sok téma merült föl, igyekszem nem elfelejteni, hogyha mégis kérek egy kis segítséget. Alacsony padlós autóbuszok, ez feltételezi azt, hogy tovább tudjuk javítani a buszállományt, újabb és újabb autóbuszokat tudjuk beszerezni. A 23 vadonatúj csuklós busz érkezett, azok alacsony padlózattal rendelkeznek, további 7 fog érkezni. 12 vadonatúj szóló autóbusz, amik elektromos autóbuszokat fog jelenteni, jövő év várhatóan tavaszán, nyarán fognak megérkezni és forgalomba állni, és érkezni fog még 8-10 új részben szóló, részben pedig csuklós autóbusz, vagy majdnem újak. Ezek mind-mind alacsony padlósak, azaz azt jelenti, hogy amikor a volán rondaszóval fordázza, hogy melyik járat, hogyan, milyen autóbusz, akkor gyakorlatilag szinte már kizárólag csak ilyen autóbuszok lesznek, úgyhogy bízom benne, hogy amit a hölgy említett, jogos problémaként az meg fog oldódni, és hát nyilván azt kérjük majd a sofőröktől, hogy álljanak a patkához közelebb, mert az alacsony padlós is csak akkor megoldás, hogyha ez megtörténik. Annyiban azért legyünk egy kicsit viszont a másik oldalon megértőek, azért ez egy csuklós busszal ide-oda menni, azért az egyáltalán nem egy egyszerű mutatvány. Szobrok tekintetében, különösen régebben állított szobrok vonatkozásában én óvakodnék a véleménytől. Más is fogalmazott már egyébként azzal a szoborral kapcsolatban meg hasonlót. Annak viszont nagyon örülök, hogy maga a Petőfi-liget az gyönyörűen alakul. Nőnek a fák, és egy nagyon-nagyon szép park jött létre. Egy nagyon nagy városrész előtt adott egy új zöld területet, aminek most az egyik szegletére ez egyébként egy nagyon szép játszóteret fogunk elhelyezni. Köszönhetően részben azoknak a cégeknek, akik a volt köfémes cégek, és hiszen a köfém 80. születésnapjára emlékezünk most, úgyhogy ez tavaszig el fog készülni, szerintem sok gyerekes család fog örülni. Azért is, mert a belvárosban nem nagyon van játszótér, ez viszont egy nagyon komoly, egy kicsit a várfalat megidéző játszóteret fog jelenteni. A várkörút tekintetében annak a megértését kérem, hogy a cél az kifejezetten a forgalom csökkentés volt, és ezt el is értük, hiszen jelentősen csökkent a várkörútat használó autók száma. Egyszerűen a belvárosnak azon szegleten nem bírta már el azt az óriási átmenő forgalmat, hogy nem célzottan járott valaki, hanem csak átmegy. A belváros nem lehet átmenő forgalomnak a céltáblája, annál a belvárosunk többet ér. Tehát itt muszáj volt ezt meglépni. A növényzet és a fák megnövekedése után szerintem egyébként ugyanolyan szép lesz, mint a Rákóczi út. Egyébként emlékszem én ugyanerre a vitára, csak azért is, mert édesapám volt akkor az önkormányzati képviselő a víziváros azon szakaszán a Rákóczi út tekintetében is. Ma pedig, ahogy el is mondta a hölgy, az egyik legszebb útunk lett a belváros közvetlen környezetében. Ugye fölmerült kérdésként az Indának a kérdése a belvárosba. Igen, ez kezdetektől fogva bizony egy problémás dolog. A tervezők és a kivitelezők is azt ígérték, hogy ez hibátlanul fog működni. Hát sajnos azt hiszem, hogy ez csak percekre vagy napokra történt meg. Most két műszaki megoldást vizsgálunk. Van egy új szerkezeti megoldási javaslata egy egyébként Fehérvárhoz köthető cégnek. Hogyha ezt meg lehetne valósítani, és az tényleg megoldja a problémát, akkor abba az irányba fogunk elindulni, ha nem, akkor muszáj lesz azt valamilyen módon cserélni, akár egy kövezettel kirakni ezt a fajta inda formát. Annak örülök, hogy egyébként maga a belváros is gyönyörűnek nevezték, mert hogy szerintem az is, és az is nagy öröm, hogy most a múzeum épülettel például ez meg fog újulni. Örülök nagyon a turistáknak, akik a megyéből érkeztek, és ugye említették, hogy külföldről érkezett szemét hoztak el, hogy megmutassák nekik a megyeszékhelyet, ami mégiscsak a nemzet történelmi fővárosa, és azt láttuk egész nyáron is, hogy szerencsére sok turista érkezett a városba. Én bízom benne, hogy mindenki szép élményekkel ment el, jön vissza, és hát azt is, hogy visszautalva a hölgy által elmondottakra, hogy jó itt élni, bízom benne, hogy ezt csak erősíteni tudjuk. Sajnos lassan a műsoridőnek vége, de még fontos arról beszélnünk, hogy nagyon jó események lesznek a hétvégén. Az egyik például az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, kettő program, ami nagyon fontos. Mik lesznek ezek, mi minden várható a hétvégén, és miért fontos, hogy legyen ilyen? Nagyon leegyszerűsítjük, akkor szombat vasárnap kinn a Sóstónál, a Sóstó látogató központnál lesz egy környezeti, tudatos zöldre, klímavédelemre és ennek a gondoskodására, mint szemléletre utaló kis fesztiválunk. Ezt nagyon szerettük volna a zöld busz program keretében, pedig van most lehetőségünk most megvalósítani, hiszen a Sóstó maga egy csoda. Egyébként egy elektromos autóbusszal lehet ingyenesen kiútni a belváros és más városrészek több pontjáról. Vasárnap pedig az elektromos autózás, rollerezés szerelmeseit várjuk.
a Várkörúthoz, Rákóczi úthoz lesz is lehetőség nagyon sokféle elektromos autó kipróbálására, ingyenesen természetesen. Rollereket lehet megnézni, kipróbálni, lesznek játékok, lesznek kerekasztalbeszélgetések, lesznek szakmai partnerek, lesz az okosváros tekintetében többféle megoldás, úgyhogy akit ez érdekel, biztos, hogy nem fog unatkozni. Várunk mindenkit szeretettel ezekre a programokra. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt itt a stúdióban. Sok mindenről tudtunk beszélni, még nagyon sok mindenről sajnos nem, de hát majd egy következő adásban szerintem ez megvalósul. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a köztér mai vendége Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.